Elsősorban tartós élelmiszereket, cukrot, tésztát, rizst, valamint a gyermekek számára édességeket, csokoládét, szaloncukrot várt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kezdeményezésében az egyik dunajvárosi áruházban. A szervezet évről évre adománygyűjtést rendez országszerte, ehhez idén is csatlakoztak dunajvárosi helyszínek. Az Élelmiszerbank karácsonyi adománygyűjtésének keretein belül akciója évek óta folyamatosan tart, és nagyon szépé tudjuk varázsolni így a hátrányos helyzetű családok, gyermekek életét, és várjuk a tartós élelmiszereket elsősorban így az ide érkező vásárlóktól. A rászorulókhoz a helyi egyesületek, intézmények juttatják majd el az összegyűjtött élelmiszereket. Dunajvárosi szervezetek fogják eljutatni a családok, nehéz helyzetben lévő családok, illetve idős emberek, egyedülálló emberek részére, akik ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban állnak. Országszerte összesen 4 áruházlánc kapcsolódott be az Élelmiszerbank kezdeményezésébe az idei évben. 160 településen, összesen 250 helyszínen várták a felajánlásokat.